képviselőasszonyt illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Gulyás Gergely is elismerte, hogy idézem, egyes megyékben úgy alakulnak ki teljesen cigány osztályok az iskolákban, hogy a nem cigány szülők elviszik onnan a gyerekeiket. Eddig az idézet, tehát nem én neveztem a magyarokat nem cigánynak, hanem Gulyás Gergely, ez fontos már az elején nyomatékosítani. Mindezen ténymegállapítás ellenére azt is mondta, hogy a kormány nem pénzbeni juttatás formájában ugyan, de teljesíti kártérítési kötelezettségét. Ezzel párhuzamosan azzal is büszkélkedik a kormányoldal több prominense, hogy megszüntették a szegregációt Gyöngyöspatán. Hogy is van ez akkor, államtitkár úr? A Mi Hazánk mozgalom szerint a szegregációt nem megszüntetni, hanem törvényesíteni kellene, és akkor nem lenne lehetőség kártérítési perekre sem. Nem trükközni kellene tehát, hanem radikálisan megoldani a problémát az ország egész területén, nem csak Gyöngyöspatán, de úgy tűnik, hogy eddig már nem mernek elmenni. Pedig a probléma nem csak Gyöngyöspatán létezik, és nem is teljesen új keletű. Elismerik tehát ugyan, hogy a magyar családok kényszerülnek arra országszerte, hogy más településre vagy egy távolabbi iskolába járassák a gyermekeiket, csak Gyöngyöspatán 86 ilyen gyermek él, mert bizonyos iskolákban egyszerűen nem tudhatják őket biztonságban a szüleik. A vak is látja, hogy ezeknek a gyerekeknek igenis sérül a tanuláshoz való joga, és a családok többletterhet kénytelenek vállalni azért, hogy a biztonságukat és a tanuláshoz való jogukat garantálni tudják, és ez ezekre a családokra anyagi terhet is ró. Ők nem érdemelnek kártérítést a kormány szerint? Miért nem vetik fel azt, hogy nekik is járna valami? Vagy önök szerint nem? Az igazságosság akkor teljesül, ha kimondjuk, hogy a tisztességes, normákat betartó gyerekek jogainak érvényesítése az első. És nem nekik kell szedni a sátorfájukat, hanem azoknak, akik képtelenek a közösségbe beilleszkedni. A kormány miért nem mondja ezt ki? Miért nem ennek szellemében cselekszenek? A Mi Hazánk szerint szakítani kell azzal a szemlélettel, ami 30 éve uralkodik az oktatásban, mérgezi ezeket a közösségeket, és azokat kell kiemelni a normál osztályokból, akik élhetetlenné teszik azokat. Ha ezt szegregációnak hívják, akkor felőlem nevezhetik szegregációnak. Bármilyen megbélyegzés ellenére valójában ez jelenti a megoldást. Kérdezem mindezek miatt államtitkár urat, hogy hajlandók-e végre a tisztességes családoknak fizetni a kártérítést, és radikálisan megváltoztatni a bűnözőket védő szemléletet, vagy továbbra is marad a felszín kapargatása. Várom érdemi válaszát.